Tehát a bűn akadálya az átistenülésnek, és éppen ezért van az, hogy a gonosz lélek mindent elkövet azért, hogy gyónni ne menjen. Mert testvéreim számára az a legnagyobb bukás. Mert a gyónásban megengedett, hogy a benned lakó Isten magához ölelje a lelkedet, hogy össze-vissza csókolja, és ő kezdhet mindent előről. Mert testvéreim, a szent gyónás az nem egy raportra hívás, hogy odaállít az Isten a szőnyeg szélére, hogy még mindig nem vagy elég jó. Az Isten az mindig azt mondja, azt suttogja a lelkedbe, hogy szeretlek úgy, ahogy vagy. De a másik részét is ki kell hangsúlyozni, de ne maradj olyan, amilyen vagy. Ő mindig azt mondja, több van benned. Támaszkodj végre rám, élj velem, és ez a többlet, a potenciál, akkor ki fog jönni belőled? Ne egyedül csináld, hát mit gondolsz? A szentévállás az úgy megy, hogy kinyitod a Hozsanna 19-21. Oldalát, elolvasod a lelkitükröd, azt mondod, hogy most a holnaptól tényleg megcsinálom. Testvéreim, a szentévállás az együtt munkálkodás az Istennel. És a lelki élet élésének a gyümölcse, részesülés az Isten szentségében. Önerőből senki nem képes radikálisan megváltoztatni magát, az önmegváltás. A kereszténység az arról szól, hogy megengedni Krisztusnak, hogy a szentségeken keresztül és az imába megváltoztassa a szívedet, kigyógyítson önmagadból. Hogy végre megváltoztassa a szívedet, az ő szívét akarja a te kőszíved helyére adni. Ez a kereszténység lényege. Ne úgy, hogy én most bebizonyítom Istennek, hogy külön vagyok a többi embernél. Az jó ember leszek. Mese habbal. Csak Isten kegyelméből, vele élve tudunk igazán jó emberekké válni apránként, lassan, lépésről lépésre.